Bár a naptárok lapjai szeptembert írnak, a hőmérő higanyszála nem ezt mutatja. Az ősz első 4 napjában több hőmérsékleti rekord, napi maximumok és napi átlagos maximumok is megdőltek. Csak hogy az elmúlt 3 hónapot nézzük meg hőmérséklete szempontjából. Június az 5. legmelegebb június, július az 1., illetve augusztus a 2. legmelegebb hónap lett 1901 óta. Úgyhogy ezt is mutatja az, hogy itt az elmúlt hónapok azok a több mint 100 éves időtávlatban milyen értékeket mutatnak. Az elmúlt 15-20 évet nézve elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás hatásait érezzük a bőrünkön. Szabolcs-Szatmár-Berek térségében a felső 1 méter talaj vízhiánya 160 mm-nél tart. Az extrém magas hőmérsékletek és csapadékszegény időszakok egyre intenzívebbek és hosszabbak lesznek. A szakember szerint a keleti ország részben keddre várható lehűlés. Jön egy hidegfront, úgyhogy egy viszonylag úgymond radikális visszaesés, egy olyan 6-7, esetleg 8 fokos visszaesés fog jelenteni, de viszont minden fel van melegedve, ez vissza is fog egy picit melegedni. Bízunk benne, hogy annyira azért nem, mint amilyen most ilyen 30 fok feletti napi maximumok azért már csak mérsékelten lesznek. Persze itt még az indián nyár az még hátra van, viszont egy ilyen jó közelítéssel azért már lehet egy ilyen kora szeptemberi hőmérséklet, viszont ezt most még nagy felelőtlenség lenne azt kijelenteni, hogy már egy normális, úgymond általunk jóval, mondjuk egy 30 évvel ezelőtti szeptemberi hőmérsékletek lesznek, ezt viszont nem lehet most megmondani még. Lázár István elmondta, az évszakok egymás utánisága és hossza a jövőben egyértelműen változni fog. Hosszabb és tartósabb nyarakra lehet számítani, az átmeneti évszakok pedig minimálisra fognak szűkülni, valamint a telek is enyhébbek lesznek.